Nézzük meg ezt a hajat, ami már egy igazi kihívást jelent. Ez a hely egy hosszú, ívelt, erősen ívelt, itt a végén már szinte göndörödő hajtípus. A nagy kihívás az a világos oldalnak a megrajzolása. A sötétebb részek megrajzolásánál úgy kell csinálni, ahogy a hosszú hullámos hajnál mutattam. Tehát meg kell rajzolni ezeket a főbb tincseket, aztán hajtömeget építeni, sok hajszálat berajzolni, és a tónusokat megfigyelve megrajzolni világosabb, kicsit sötétebb. Itt ugye nagyon világos hajtincsek vannak, ez a fénycsillanás a hajon, közte van néhány sötétebb tér, de alapvetően ezeket a technikákat kell használni. A világos oldalt pedig úgy kell fölfogni, mint egy őszhajat, tehát azokat az elveket kell követni, amit ott mutattam. Az egyik ilyen trükk az az, hogy a hátteret sötétre vesszük, sötétebbre vesszük, és abba tudjuk majd berajzolni ezeket a világos hajszálakat, tehát a fotón látható háttértől függetlenül ezt érdemes egy egyenletesebb, sötétebb tónusra besatírozni. A másik elv, amit egy ilyen haj megrajzolásánál érdemes követni, az az, hogy itt nagyon-nagyon össze-vissza formákat látunk. Eddig a sötét részeket rajzoltam, ezeket a köztes tereket, meg a sötétebb hajtincseket. Most már elkezdem a radírt is használni, hogy ezek a világosabb hajtincsek itt a sötét részben, ezek is megjelenjenek. Úgyhogy most felvált fogom használni a radírt meg a ceruzát, erősítem tovább a sötét részeket, és bele radírozom ezeket a vékony fehér, illetve világos csíkokat. De a radírozásnál úgy is előfordul majd az, hogy túl vastag lesz egy ilyen beleradírozás, és akkor vissza kell keskenyíteni. Hát itt a példa, ez most nagyon vastag lett, úgyhogy a szélit kihúzom a ceruzával. Megint a bátrabb, lazább, hosszabb mozdulatok azok jobban mutatnak a rajzban, azok nem lesznek annyira merevek, de hogyha kell, akkor vissza lehet húzni a ceruzával egy-egy vonással.